családban a legjobb. Igaz lenne ez a karmacsi Elizabeth menedék védenceire is, akik akár már évek óta várják a számukra megfelelő gazdi jelöltet. Segítsünk nekik együtt, hogy ők is egy szerető, meleg otthonra találjanak. Öpic úr, aki november óta van velünk, 2023. novembere óta, az utcán találták, van csípje, volt is, de a gazdái a végén lemondtak róla, talán ez a legjobb a kutyusnak, úgyhogy ő is most már gazdikereső, még az ivartalanítás hátra van, nagyon cuki emberekkel egyébként, egy olyan 6-7 év körül van. A kutyákkal annyira nem tudjuk még a viszonyát, de a szukákat azokat szerintem szereti, ő együtt tudna élni szukakutyákkal, kanokkal nem biztos, de az ivartalanítás után az is lehet. Nagyon fázós, úgyhogy semmiképpen nem ajánlom csak kerti tartásra. Inkább ilyen kinti-benti kutyának képzelem el, és azért még van energiája, úgyhogy inkább időseknek nem annyira, nagyon kis gyerekek mellé nem annyira, de egyébként szerintem egy ilyen jó kis családi kutya lenne belőle. Ő Bubu, aki tavaly télen került be, ha jól emlékszem. A gazdája már nem tudott róla gondoskodni, egy pár éves kutyáról van szó. Ő egy kicsit nehezebb eset, mert fél, de van olyan ember, akit nagyon szeret, aki idejön és rögtön meg tudja simogatni, hát ezt ő is gondolom kiválasztja, hogy ki az, aki szimpi neki, ki az, aki nem. Még nincs ivartalanítva, de ő is ivartalanul fogadható majd örökbe. Inkább azt mondom, hogy gyerekek mellé nem ajánlom, és mindenképpen érdemes lenne vele kutyaiskolába járni, hogy egy kicsit szocializálódjon, mert nem sok mindent tapasztalt eddig élete során, meg biztos, hogy többet kell vele majd ismerkedni annak, aki örökbe szeretné fogadni, többször el kell jönni, és többször akár kivinni, sétálni, akár egy kicsit foglalkozni, beülni mellé, és utána tudja majd elvinni szerintem. De az ilyen kutyákból szoktak lenni a legjobb kutyák. Akela egy Szent Gotthárdról lett mentve egy ilyen telep menhelynek nevezett helyről, ahonnét kimentették állatvédők, és azóta sajnos nem szokta senkinek a figyelmét felkelteni. Ő nem egy túl fiatal kutya már, úgyhogy akkora mozgás igénye nincsen. Annyit kell róla tudni, hogy ő azért szintén egy picit handicapes, két okból is, mert fekete, másrészt meg néha hát így nem mindenki szimpatikus neki, és van, aki nem szimpi neki, azt megmorogja, úgyhogy ő inkább ilyen tapasztalt kutyásoknak való, de én szerintem egyébként egy ilyen idősebb korosztály is elboldogulna vele. Akár még egy-két rövid sétát biztos, hogy szívesen tenne, de ilyen kinti-benti tartással simán el tudom őt képzelni, úgyhogy már tíz körül van. Úgyhogy annyira örülnék neki, hogyha az utolsó éveire találna ő is egy olyan gazdit, ahonnan már nem kéne többet elmennie. A menhelyi kutyák különböző okok miatt már nagyon sokat szenvedtek az életük során. A téli hideg időjárás is megviselheti a védencek mindennapjait. Tárgyi adományokat és anyagi támogatásokat is szívesen fogadnak ebben az időszakban a menhelyeken. Nagyon-nagyon sok szalmára, ugye sok ennivaló is fogy ilyenkor, szárazták, most mondjuk a karácsonykor nagyobb az adományozási kedv, akkor egy kicsit többet kapunk, de az általában így májusig tart ki, úgyhogy arra van szükség, hogy az évközben is gondoljanak ránk, és akkor is segítsék a kutyákat szárasztáppal, meg ilyen dolgokkal, akár egyébként ágynemű húzat, mert a benti kutyáknál meg ugye az fogy leginkább. Örömhír, hogy az idei évtől az Elizabeth menedék kutyusait már adó 1%-kal is támogathatnak. De térjünk is vissza sorozatunk eredeti céljához. Amennyiben Picur, Bubu vagy Akela felkeltette érdeklődésüket, ne habozzanak, hiszen nekik ez egy új sors kezdete lehet.